A januárihoz képest enyhébb időjárásban hajlamosak vagyunk kevésbé melegen öltözni, aminek köszönhetően könnyen megfázhatunk. Ebben az időszakban megnő a veszély a felfázásnak és a megfázásnak. Ez a veszély minden korosztályt fenyeget. Ez mindenkit érint. Hát, talán a piciket, kicsiket annyira nem, mert azért a szülők őrájuk inkább figyelnek. De a felnőtt korosztályt itt az iskolás korúaktól, nem is a felnőtt, tehát iskolás korúaktól kezdve egész az idős korúakig mindenkit. Tehát ez kortól független a megfázás. Mindenek előtt fontos azt tudnunk, hogy az immunrendszerünk felelős azért, hogy ne betegedjünk le. A megfelelő tápanyagok, vitaminok és nyomelemek bevitelével erősíthetjük immunrendszerünket. A szervezet az egy egység. Tehát ahhoz, hogy a szervezet jól működjön, ellenálló képessége legyen, és ne történjen könnyen ilyen megfázás és megbetegedés, a szervezetnek felkészültnek kell lenni fizikailag, mentálisan, szellemileg, tehát mindenféleképpen. Tehát magyarul onnan kell kezdjem, hogy ilyenkor télen ugye nagyon fontos az, hogy itt Közép-Európában élünk, tehát a táplálkozás és a minden, hogy megfelelő kondícióval rendelkezünk. Amellett, hogy a megfelelő tápanyagokat biztosítjuk magunknak, sokat számít az életmód és a szokások is. Fontos, hogy rendszeresen mozogjunk és szellőztessünk a lakásban, valamint ne féljünk a zsiradékban gazdagabb étrendektől sem. Az évszaknak megfelelően táplálkozunk. Most ne csak gyümölcsöket együnk, az kell lenni, de a normál táplálkozáshoz képest. Ne csak az zöldségekből csipegessünk, aminek szinte vitamin tartalma sincs, íze sincs, semmije sincs télen, hanem együk azokat az ételeket bátran, amelyek energiát adnak, amelyek vigyáznak ránk. Lehet, hogy egy-két kiló, amint mondottam, feljön, de ez a sétával, konditerembejárással, tornával, egy kis futással, ugye, azzal bizony nagyon könnyen lemozoghatok. A multivitamin és a megfázást megelőző készítmények is segíthetnek abban, hogy ne betegedjünk meg, de elsősorban az egészséges életmód az, ami megakadályozhatja a megfázást.